Jó ütemben halad az India ház építése a Nyíregyházi állatparkban. A több hónapos koronavírus járvány mindössze 3 hét csúsztást eredményezett. A zöld piramis kistestvéreként emlegetett 1000 négyzetméteres épület falainak nagy része már áll. A kivitelező ígéretei szerint jövő év február végére teljesen elkészül az új látványosság. Itt közel 30 állatfajt mutatnak majd be, emellett pedig az Indiára jellemző vallási kultúra is megjelenik. Elszórtan tartunk indiai állatokat, van ugye indiai orszarvunk, elefántunk, de olyan igazi egység nincsen, és ez az India ház azt fogja majd szimbolizálni, hogy milyen csodálatos és sokrétű India állat és növényvilága. Egy picit megjelenik az a sokszínű kultúra is, ami az ott élő embereket jellemzi, és úgy gondolom, hogy egy plusz élmény a látogatóknak, nekünk pedig nagy segítség, mert itt egy tenyészbázis alakult ki az Európai Faj Megmentő Szövetség program segítségével. Ők kijelöltek mint egy tenyésztésre, úgyhogy az indiai páncélos rinocérosz, amiből már alig él a világban, itt tenyésztődik. Az India ház ennek a két nőstényből és egy hímből álló tenyészcsapatnak is otthont ad majd. A fejlesztés tovább növeli majd Nyíregyháza legnagyobb attrakciójának népszerűségét. A Nyíregyházi Állatpark az így brand, hogy Nyíregyházi Állatpark, a város marketingét is, minden egyéb erősíti, igazából a fő attrakciónk. Az elmúlt évben az állatkertben átlépte a látogatói szám 600 ezret, ami egy nagyon-nagyon komoly eredmény, mint ahogy az is, hogy az elmúlt 4 évben kétszer lett Európa legjobb állatparkja a mi állatkertünk. Ez nyilván kötelezés. És hát ebben az évben meg különösen fontos, hogy elkészüljön, mert az, hogy 3 hónapig zárva volt az állatkert, az nagyon nagy bevételkiesést és veszteséget is jelent nekünk. A most épülő India ház tartalmaz majd egy raktárat is. A több funkciós logisztikai épület az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához és fenntartásához szükséges háttérbázist biztosítja majd. Egy madárröbde is része a több mint 820 millió forintos projektnek, ennek építési munkálatai később kezdődnek.